Sziasztok, Devon vagyok! Ebben a videóban egy igazi különlegességgel készültem, ami a lehetetlenség határát súrolja majd, hogy nem, de mégis megvalósítható. 30 000 forintból gamer PC. Jó, tudom, most ezen lefogadom, mindenki meglepődött, eléggé nehezen tudja bárki is elképzelni, mégis mit lehet ebből a keretből kihozni. De előre szólok, aki 2017-es játékokkal szeretne játszani, az nézze meg a másik kettő gamer PC kihívás videómat, mivel azok még szépen futtatják az újabb játékokat is, ezzel viszont maximum a legalacsonyabb grafikai beállításokkal, illetve alacsony felbontással tudunk elérni játszható FPS-t a legújabb játékokkal. Ez a konfig kifejezetten azoknak szól, akik a MOBA, mint például League of Legends, MMORPG, mint például World of Warcraft, vagy FPS gyanánt cségózni szeretnének. Természetesen ez a konfig mindhárom játékot lagmentesen tudja futtatni, közép, illetve magas grafikai beállításokon. Na, kezdjük a konfigurációt. Az első fontosabb tényező a processzor, ami gyanánt javaslom az Intel 775-ös szériáját, abból is a Core 2 Quad Procikat. A leggyengébb Core 2 Quad Proci a Q6600, ami még ha valamivel gyengébb is, mint társai, tökéletes erre a célra. 4x2,4 GHz-el rendelkezik és majdnem teljesíti az i3-asok szintjét, vagyis például az i3 2100-as Procit, amitől teljesítményben kb. 10%-kal marad le. Természetesen ez a fajta processzor overclockolható, ha a megfelelő alaplapot választjuk hozzá, de mindenkit figyelmeztetek, ezt a funkciót csak is hozzáértőknek saját felelősségre javaslom. Aki nem ért hozzá, az inkább ne is vágjon bele, mert tönkreteheti a gépet. A másik fontos tényező az alaplap. És itt a bökkenő. Sajnos a régi alaplapoknál hiába 775-ös foglalat, közel sem biztos, hogy támogatni is fogja a processzorunkat. Ez több mindentől függhet. Például BIOS verziószám, illetve hogy a gyártó alapból úgy tervezte a lapot, hogy ezeket a procikat támogassa. Mielőtt bármit is veszünk, mindennek járjunk utána, pontosan az interneten. Általában ezek a lapok DDR2-es RAM-okat támogatnak. Ritkábban viszont találhatunk DDR3-as változatokat is, amilyet szerezni tudunk, mármint amilyen lapot szerezni tudunk, ahhoz válasszunk olyan RAM-ot. Ha DDR2-es alap DDR2-es RAM, ha DDR3-as DDR3-as, nyilvánvaló ez mindenkinek szerintem. Na, menjünk is tovább, HDD és gépház. Na, ez az, amin próbáljátok meg annyit spórolni, amit csak lehet. Egy ilyen számítógépben nem lesz szükségetek 1 terás Winchesterre, egy 100 vagy 200 gigás is bőven elég, arra rám egy Windows, képek, zene, film, pár játék, amit még el is bír, és igazából kész is van. Az utolsó összetevő jön a videókártya, aminek az R7 250-et ajánlom. Legyen az 1 GB-os DDR5-ös, vagy 2 GB-os, ez újabb fajta kártya. De mégis 10-15 ezer forintért lehet beszerezni, mivel eredeti ára 20-22 ezer forint körül mozog. Ugye vannak más videókártyák is, amik talán ilyen ár kategóriában jobban teljesítenek, mint ez, de mivel a tápegység nem biztos, hogy annyira támogatná ezt a kis konfigot, mivel természetesen azon is spórolnunk kell, és ezek az újabb fajta kártyák, még hogyha gyengébbek is, mint a régebbi használtak, mégis megbízhatóbbak, mivel nagyobb eséllyel éli túl a számítógépünk, hogyha esetleg nem választunk erős tápegységet. És akkor... Ja igen! Ugye ezt az R7 250-et teszteltem, és meglepetésért igen nagy, nem számítottam rá, de a Battlefront-ba, a Star Wars Battlefront-ba alacsony beállításokon és HD felbontáson egész szép 80 FPS produkált minimum. Amin eléggé meglepődtem, mert ez nem egy ilyen csúcskategóriás kártya, viszont a Battlefront rendszerigénye eléggé magas. Na de menjünk is tovább az utolsó alkatrészre, vagyis a tápegységre. Ugye, mint mondtam, ebben a konfigban sajnos ezen is spórolnunk kell, de mindenféleképpen próbálom javasolni, hogy legalább egy minőségibb 350 wattos tápot vegyetek, ahogyha tudtok, nézzetek körül mindenhol, és
és mindent, de mindent teszteljetek. Az alaplaptól, procin keresztül, ramon keresztül, videókártyán keresztül próbáljátok meg mindent tesztelni. Csak utána vegyétek meg. A saját épített konfigomat a következő képen láthatjátok. Ha kérdésed van, bátran írj kommentet, illetve dobj egy lájkot, és iratkozz fel további videókért. Devon voltam, sziasztok!